békesztúpa úgy hívják. Általában a stúfák nagy részét azt valamilyen módon a világbékével hozzák kapcsolatba. Tehát egy olyan hely, buddhista hely, amely igazából Buddhának a jelenlétét szimbolizálja. Eredetileg az első stúpák, vagy 7 vagy 9, már nem emlékszem pontosan, stúpa úgy jött létre, hogy Buddhának a földi maradványait helyezték el bele, fogát, vagy csontját, vagy bármi ilyen dolgot. Manapság, mivel már elég sok buddhista stúpa van a világban, ezekből a stúpákból hozott valami Buddhával kapcsolatos ruhadarab, vagy egy már felszentelt stúpában felajánlott virágfűzért hoznak el, és akkor az lesz az alapja a stúpának. Ami egy fontos dolog, hogy minden esetben valamelyik lámának, hát jelen esetben ugye itt a tibeti buddhizmusról van szó, a dalai láma az, aki fel szokta szentelni. Ez Magyarországon is van két buddhista stúpa, mind a kettőtől szentelte fel. Az egyik Tarom van, a másik pedig Somogy megyében. Nem emlékszel a falu nevére, ahol van? Ja, Nógrádban van. Meg Somogyban is van egy. Van még egy a Mátrában, és van még egy Szántón. És általában a stúpáknak a felépítése mindenhol ugyanaz. Az anyagi létezés különböző szintjeit jelzik ez a lépcsőzetes kialakítás. És hát ezt 2002-ben építették, és világbéke stúpának nevezik. Azt mondják, hogy ne üljetek oda fel. És általában az ilyen buddhista kegyhelyekre szálljatok el? Buddhista kegyhelyeken az egyik legfontosabb meditációs gyakorlat ennek az Om Mani Padme Hum mantrának a vibrálása. Ez van több mantra is itt, ahogy jöttünk be, láttátok a táblára, föl van írva egy pár ilyen mantra, amit ők gyakorolnak. Hát, hogyha nagyon sok fordítása van ennek az Om Mani Padme Hum mantrának, hogyha a legáltalánosabbat akarjuk a legáltalánosabb módon akarjuk fordítani, azt jelenti, hogy lótuszban a drága kő. Ugye Om, az mindig azt jelenti, valami az anyagon túli transzcendensre utaló dolog. Mani az drága követ, égkövet jelent, gyémántot jelent. Om Mani, Padmé, az egy lokatívusz esete a Padmának, tehát helyhatározói esete, tehát hogy a lótuszban is, Hum az egy ilyen mantra maga, ami a mantrának erőt ad. És mi a jelentése? Ez azt jelenti, hogy a felszínes anyagi test és az anyagi világon belül, hogy van egy olyan dolog, ami igazán értékes, ami igazán valóság gyakorlatilag, mondjuk a buddhista kultúrkörben ez a tudat, amiről tegnap beszéltem, hogy aminek a felszabadulását, az univerzális tudatba való beleolvadását állítozzák a megvilágosodásra vágyó buddhisták, szerzetesek vagy laikus hívők, bárki. Úgyhogy. Aztán ennek a mantrának a vibrálása többféleképpen lehetséges. Az egyik legáltalánosabb egy ugyanolyan japamálán, mint amin mi szoktuk énekelni a maha mantrát. Ugyanúgy 108 plusz egy golyóból áll, és ők is számolják, van egy standard, hogy ki mennyit mantrázza ezt a mantrát. Ugye minél többet, ez van, amennyire feltételezi azt, hogy egyre jobban és jobban el tud merülni ennek a mantrának a jelentésébe. Persze nem szükségszerű, mert lehet egészen figyelmetlenül is csinálni. Illetve van egy másik módszer, ez az imamalom, amit amikor mentünk a kolostorba, beláttatok az út mellett, ott voltak ezek a bronz hengerek. Arra egyrészt kívülről az volt ráírva, ugye hát ez volt, ahol szanszkritul, volt, ahol tibeti nyelven ez az Om Mani Padme Hum mantra, és ezekben hogy mondják ezt, ilyen tartályszerű képződményekben belül is ilyen hártyapapírra ráírják ezt a mantrát, és amikor megforgatod, az azt jelenti, hogy elmondod a mantrát tulajdonképpen. Ezt valaki különböző irányzatoktól függően, van, aki meditációként is így használja, hogy tekeri, és akkor annyi mantrát elmondtam, ahányat tekertem. Persze ugye ezen már lehetne vitatkozni, hogy ennek mi a hatékonysága. De sokan, ami egy kicsit hitelesebb dolog, azt csinálják, hogy majd lehet, hogy a Happy Valley-ben látunk ilyen szerzeteseket, hogy ők mantráznak az egyik kezükkel és a saját lelki fejlődésükért,
és ugyanakkor a másik kezükkel pedig egy ilyen kisméretű imamalmot tekernek, és ennek egy másik jelentősége pontosan az, hogy ennek segítségével e mantra erejét így szétárasztják a világban, hogy minden ember megkapja az áldását. Hangja is van annak a tekernek? Csak súrok, tehát semmi. Igen. Van egy ilyen kis nagy csöng. De semmi extra hangja nincs, tehát itt, ami nincs benne ez a... gyerekkoromban volt ez a kereplő, vagy ilyen zenélő doboz, vagy ilyen.